Nem sikerült megnyernetek ezt a meccset, de azt gondolom, hogy nagyon sok mindent gyakoroltatok, amit az elmúlt másfél évben Sean Simpson tanított nektek. Így vagy? Igen, így volt, jól tudod, vagy jól hallottad és jól láttad. Ugye, meg az is hozzátartozik, hogy most először vagyunk ebben a szezonban így együtt, ebben az összeállításban, és ugye mindenkinek most kicsit új volt ez a egy-két taktikai elem. Hát ettől függetlenül egy nagyon pörgős és gyors meccset játszottunk, az eredmény sajnos most nem nekünk kedvezett, de még sok időnk van és fogunk eleget dolgozni ezen, hogy ez majd megforduljon. Szerintem is harmadra fejlődött a játék, ugye sok játékosnak nagyon régóta nem volt, ugye meccs, bele kellett jöjjünk, de úgy gondolom, hogy úgy végiguraltuk az egész mérkőzést, nagyon sok helyzetünk volt, szerintem lőttem, hogy lőttünk egy 3-4 kapu eset is, végén meg üres kapukat hagytunk ki, szóval kicsit csalódott vagyok, de szerintem jól teljesítettünk. A vereség ellenére mit mondott nektek Sean Simpson itt az öltözőben? Hát a vereség ellenére azt mondta, hogy szerinte is egy nagyon jó meccset játszottunk, nagyon sokat küzdöttünk. Nyilván az egy nagy igazság, meg örök köszönj, hogy 0 góllal nem fogunk gólt lőni, de ez most tényleg így sikerült. Annak ellenére küzdöttünk, nagyot szerintem voltak helyzeteink. Szerintem csapatmunkából jelesre vizsgáztunk, legközelebb ki fog jönni ennek az eredménye is. Első válogatott mérkőzés, igaz, hogy vereséggel végződött ez a meccs, de hát te lettél a meccs embere. Igen, nagyon meglepődtem, megmondom őszintén, nem számítottam rá. Egy jó meccs volt, jó pörgős meccs volt, nagyon sokat segítettünk egymásnak Pozsival. Kicsit így keserű a szám íze tényleg, hogy egy vereséggel kezdtem, de boldog vagyok. Itt a meccs után többen beszélgettünk arról, hogy nagyon vagány volt a játékod, nem, semmilyen izgalom nem látszott rajta, azért kicsit izgultál, vagy teljesen nyugodt voltál? Hát a meccs előtt volt egy kis drukk izgalom bennem. Sikerült lenyugodni tényleg, tudtam, hogy Pozsi mellettem van, és ugyanúgy a többi srác is nagyon sokat segített nekem abban, hogy higgadtan és nyugodtan tudjak játszani. Nem voltak ismeretlenek a sortársait, hiszen Mián Jákos és Szita Donát is Fehérvárban a klubtársad. Ők egyébként adtak tanácsot előtte, vagy nyugtattak, hogy milyen lesz az első mérkőzésed a válogatottban? Igen, Donáttal beszélgettünk erről. Tényleg sokat segítettek a srácok, és ez volt a kulcs abban, hogy én így tudtam játszani. Nem izgult, ez tényleg látszott. Ő is idén már ugye teljes mértékben úgymond a Hidróba játszott, ott már elég nagy rutint szerzett, és itt is több mint a csapat felét ismerte, szerintem nem izgult, és tényleg megérdemelte, tényleg jól játszott az egész meccsen. Rutinos védőként érezted magad mellett a stabilitás, hogy rám biztatod a fiatalra? Abszolút egyenrangú partner volt mindenki, ugye itt végigmentünk ugye 4 sorral, 4 hátvédpárral, én meg a Milán is ugye végigmentünk, úgyhogy csináltuk a dolgunkat, ugye mondom még egyszer, hogy a Milán nem kell félteni egyáltalán, úgyhogy abszolút kész felnőtt játékos. Tőled kapod valami tanácsot a meccsen? Egymásnak adtunk tanácsokat folyamatosan, ugye tudunk segíteni a meccsen, és erről szól az egész, hogy jól működjünk együtt, és ez sikerült is a mai meccsen. Ha most egy kicsit visszanézel erre az idényre, és igaz, hogy még van egy mérkőzés majd a fehér oroszok ellen, de hát itt vagy a válogatottban, a Fehérvárban is bejátszottad magad, akkor hogy látod ezt a szezonodat? Mindenképp pozitívan, tényleg egy óriási előrelépés volt az Erste Liga csapattal, csináltam a felkészülést, augusztusban sikerült bejátszanom magam a felnőtt csapatba. És tényleg így sikerült felépíteni annyira a játékomat, hogy évvégére ide is sikerült bekerülni. Ezen a meccsen van olyan momentum esetleg, ami így megmarad benned? Az első csere biztos mindenképpen meg fog maradni. Nagyon jó érzés itt lenni a srácokkal.